Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér a Fehérvár Televízió interaktív közéleti magazin műsora, és hát a mai téma kapcsán azt tudom mondani Önöknek, hogy adósok maradtunk, hiszen október 20-án volt egy közmeghallgatás, amikor is megígértük a kedves nézőinknek, hogy foglalkozni fogunk még a Székesfehérvári egyes számú lakás fenntartó szövetkezet körüli ügyekkel, hiszen ez is témája volt a közmeghallgatásnak. A helyszínen volt akkor is Szabó Melinda, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi volt a tapasztalata az ott elhangzottak kapcsán, egyáltalán a közmeghallgatást hogyan élte meg? Hát tulajdonképpen szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Nekem olyan benyomásom volt, hogy elnök úr eléggé felkészületlenül jött. Ugyanazt a szokásos tájékoztatást adta, amelyik minden küldőgyűlési jegyzőkönyvben megtalálható, küldőgyűlési anyagban megtalálható. Érdekes volt azon megnyilvánulása, hogy ő hajlandó bármikor leülni velünk és tárgyalni. Mi kezdeményeztünk vele először egy megbeszélést, ő ezen részt vett, elmondtuk a panaszokat, ezen kívül szóba kerültek a törvényességi ügyek és a jogsértések, amelyeket most már első fokon, másodfokon kimondja az itteni cégbíróság és az ítélőtábla is, fővárosi ítélőtábla. Ennek ellenére a köztérben, amikor október közepén Farkas Károllyal együtt bent volt, megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy azt a kijelentést tette, hogy neki nincsenek információi, hogy milyen jogsértések történnek a szövetkezetnél, mikor az egyik betelefonáló föltette neki a kérdést, hogy hogy látja azt, hogy sorozatban cégbírósági első fokon és ítélőtáblai végzésekben megállapítják, hogy jogsértően működik a szövetkezet. 2017 áprilisa óta elnök, az új elnök, azért ezt mondjuk el, és nyilván visszamenőleg én nem tudom, hogy mióta zajlanak most pontosan ezek a perek. De 1999 óta igazgatósági tag, hát akkor szégyen és gyalázott, hogy ez nem kerül igazgatósági gyűlésen szóba. Tehát ez annál aggályosabb. Nos, akkor ahogy elhangzott, hogy voltak az meghallgatás október 20-án, és ott Herceg József is felszólalt, mi ebből készítettünk egy rövid kis összeállítást. Én azért azt gondolom, hogy ebben az összeállításban fontos mondatok hangoztak el. Azt elmondhatom, hogy törvényesen működünk. Gazdaságilag pénzügyi helyzetünk stabil. Majd erről is néhány sort szeretnék beolvasni, mert elhangzottak más vélemények is. Szövetkezetünk célja és feladata a lakóházak, garázsok, műhelyek, üzlethelyiségek fenntartása, karbantartása. A feladatok megoldását alkalmazottak vagy vállalkozók foglalkoztatásával hajtjuk végre. Alkalmazotti létszámunk 13 fő jelenleg. 78 fő küldöttünk van, mert egyik sarkolós pontján néhány éve, ugye a közgyűlés. A közgyűlésnek nem az 1 millió forint, nem a hely, ami miért nem közgyűlést tartunk, ugyanis a küldöttek, hozzáteszem, ezen javítani kívánunk, mert valóban, tehát a vezetés, az elnök, illetve a közösségi megbízottak oktatása, folyamatos kapcsolattartása a tagokkal egyik leglényegesebb feladat, és én is, amikor ezt áprilisban megválasztottak, egyik kiemelkedő feladatomnak tartottam. Ennek arányába is jártam el. Van ugye, most nevezzük úgy, hogy kis csoport, nem akarok senkit megsérteni. Van néhány tag, aki évek óta nem elégedett a szövetkezet munkájával. Én ezt úgy neveztem, egy kis csoport, de nevezhetjük néhány tagnak, vagy hogy mondjam, egy kisebb csoportnak. Ővelük is felvettem a kapcsolatot, jelenleg is nyitott vagyok ezzel kapcsolatosan.
És akkor elmondom azt, hogy rengeteg napi telefon megkeresés van, sokkal többet vállaltam aprólékos dolgok, ami inkább a szövetkezet apparátusával lenne kérdés, de mint elnök vállaltam. Jelenleg is van két olyan fő, aki az ellenoldalhoz tartozott, lehet, hogy most is utan, és időpontot kért tőlem, hogy mondtam, hogy jövő héten fogok adni időpontot, mert ő azt vallja, amit én, hogy üljünk le, beszéljük meg. Én bármire hajlandó vagyok, beszéljük meg, csak igaz legyen, tényszerű, és olyan javaslat, olyan ötlet legyen, ami megvalósítható. Nos, hát szerintem azért itt fontos dolgok hangoztak el az elnök úrtól, mégpedig az, hogy gazdaságosan működik a szövetkezet, törvényesen működik a szövetkezet. A közgyűlést kérdésköre érintőlegesen felmerült, erre majd visszatérünk, viszont a küldöttek képzését, kapcsolatának az erősítését ugye fontosnak tartja az elnök úr, és hát nyitott. Én a saját tapasztalatunkból el tudom mondani azt, hogy nyitott, mert hogy elfogadta például a Fehérvár Média Centrum, azon belül is a Fehérvár Televízió meghívását. Nem tudom felidézni, hogy utoljára, amikor volt itt nálunk a szövetkezet vezetőségéből, igazgatóságából, bárki is, talán a Farkas úr volt utoljára, az pedig igen, nem volt. Igen, 13 áp, a 10. hó valahányadikán volt itt Farkas úr. Ő volt az egyetlen, amikor bejött és nyilatkozott. A polgármester úr megpróbált közvetíteni, tehát nem mi szálltunk ki a megbeszélésekből, a szövetkezet közölte azt, hogy ők lezártnak tekintik, és nem hajlandók részt venni a megbeszéléseken. Örülünk neki, de nekem az a meglátásom, hogy az elnök úr időhúzásra játszik. Talán az elévülés is fontos szerepet játszik. Itt a bejátszásban szóba került az, hogy a küldőgyűlés, ha a közgyűlés és a küldőgyűlés témaköre, ő jelentette ki azt, hogy ha a küldöttek megfelelően végzik a munkájukat, a tagok jobban vannak képviselve, ezért jobb a küldőgyűlés a közgyűlésnek. Itt a kulcs szó az, hogy megfelelően végzik a munkájukat a küldöttek. Hát sajnálatos módon nálunk a szövetkezetnél tényekkel bizonyíthatóan a küldötteink alkalmatlanok, az a határozott véleményem a feladatuk ellátására. Ez több... De gondolom azért ez nem mindenkire érvényes, tehát általánosítsunk. Például mondanék több példát is. Az egyik 13-ban részt vettem a küldöttgyűlésen. A többszörösen kitüntetett küldöttasszonynak az egyik fő témája az volt, hogy merészelek felszólalni a küldöttgyűlésen, holott ez törvény garantált a jogom. Ez bizonyítja azt, hogy egy többszörösen kitüntetett küldöttnek még a halványra elképzelése se volt, hogy mi van a szövetkezeti törvényben, és mi van az SMS-ünkben, alapszabályunkban. A másik küldött megkérdőjelezte, hogy mit keresek a küldöttgyűlésen. Hasonló megnyilván... Mert egyébként a küldöttgyűlés az nyilvános, ott lehetnek a szövetkezeti tagok? Éppen ez lenne a lényeg, hogy minden tagnak joga lenne a küldöttgyűlésen a tanácskozási joggal részt venni. 15-ben az ügyvédünk kijelentette, hogy a tanácskozási jogot úgy tekinti, hogy hozzá lehet szólni, a bizonyos napirendi pontokhoz, de arra már senkinek nem kell válaszolni. Ez bent van a küldöttgyűlési jegyzőkönyvben, hát én még ilyet soha nem hallottam. Hát a tanácskozási jog az éppen azt jelenti, hogy elmondom az észrevételeimet, és tanácskozunk, hogy ez miért nem jó, miért jó. Szent meggyőződésem, hogy a közgyűlésnek ezen szövetkezetnek nagyon-nagyon szüksége lenne, azért is, mert 1992-ben volt utoljára a közgyűlésünk. Itt elhangzott az, hogy a szövetkezet törvényesen működik, és október 13-án a köztérben is bent volt az elnökünk, és ott Káprai Attila, a taktársunk betelefonált, és a CGT és az ítélőtáblai végzésekkel kapcsolatos kérdéseket tette föl, hogy mit szól ezekhez az elnök, és a válasza az volt, hogy nincs információm az ilyenekről, Tettinger úr, mármint az ügyvéd úr tájékoztatott volna. Hát szeretném felhívni az elnök úr figyelmét egy-két CGT és nem törvényességi ügyre. 17-18 ügyben voltam én is érintett,
Ezek többsége már első fokon, másodfokon kimondta, hogy a szövetkezet jogsértően működik. Szövetkezet képtelen ebbe belenyugodni. Nem hajlandó kiadni a kért információt. Kúriához fellebbez, szent meggyőződésem, hogy időhúzás céljából, a beadványaik tele van csúsztatással, ami a tényeket keményen elferdíti. Én szeretném felhívni az elnök úr figyelmét, hogy kérje ki például a CGT 167/2016-ot, vagy a G40054/2014-est, ez a törvénytelenül összehívott küldött gyűléssel kapcsolatos, ami egyértelműen bizonyítja, ezen a küldött gyűlésen az ügyvezető igazgatónk kijelentette, hogy amióta a szövetkezet létezik, 1972 óta a küldött gyűlésen a küldöttek vesznek részt. De hát akkor miért nem segítenek az elnök úrnak, azt mondta, hogy nyitott az önök irányába, miért nem szedik ezeket össze, és adják át neki. Most ez csak ilyen spontán ötletként. Tehát már próbálkoztunk, tehát mi hívtuk meg, én írásos ajánlott levelet küldtem az elnöknek, hogy jöjjön el a megbeszélésünkre, leadtunk, ott tájékoztattuk a küldött, vagy a CGT ügyekre, törvénysértési dolgokkal kapcsolatban, és nem is értem, hogy merte ezt kijelenteni, hogy nem tud róla a köztérbe. Hát több tagunk jelen volt, amikor ez szóba került. Tehát, hogy mondjam, hogyha ilyen tényfeldések történnek a nagy nyilvánosság előtt, akkor azért bizonyos kérdőjelek ébrednek az elnökünk hitelességét illetően. Na jó, de azért azt többen megállapították, hogy valóban volt egyfajta nyitás, és valóban megpróbál utána járni a dolgoknak, mert ugye erről is beszéltünk korábban más szövetkezeti tagokkal is, hogy történtek változások pozitív irányban. Én az elnök úrnak ajánlanám, hogy olvass el a szövetkezeti törvényt és az SMS-ünket. Épp most adunk be két törvényességi eljárást. Az egyik az... kiküldtek nekünk egy ilyen jegyzőkönyv írásbeli küldőgyűlési szavazással kapcsolatos papírt, amiben egy csomó jogsértő dolog van. Először is IB ülés az nem egyenlő a küldőgyűléssel. Tehát ők IB ülést hívtak össze, a küldőgyűlésnek a törvényben le van fektetve, hogy kell küldőgyűlést tartani, mi a formája. Tehát az IB ülés, amely az intézőbizottsági ülést jelenti, az nem küldött gyűlés. Tehát jogsértő határozatok születtek itt. Ezt a mostani elnökünknek azt mondja, hogy 2017. október 4-én készült ez a írásbeli, jegyzőkönyv írásbeli küldött gyűlési szavazásra. Hát ha vénlázít, hogy az elnök, az igazgatósági tagok ilyent kimernek a tagoknak küldeni, ami egyértelműen bizonyítja, hogy micsoda jogsértés. Tucatnyi. Megsértették a 2004 évi 115. törvény 16. paragrafusának 3., 4., 5. pontját, a 21. paragrafusnak 3/4. Tehát sorolhatnám, hogy miket. De elnézést, nem azért van egy szövetkezeti, a szövetkezetnek mondjuk egy jogi képviselő, hogy mondjuk ő az ilyeneket tudja, vagy felhívja. Én nem hárítanám rá, de biztos az elnökre, vagy az igazgatósági tagokra, hogyha van ott egy jogász, egy jogi képviselő, aki mondjuk az ilyenekre kellene, az én véleményem szerint, más cégek működésénél ez úgy van, hogy azért van egy jogász, aki ezeket a dolgokat kezeli, és nyilván van, aki pedig menedzseri a működést. Hát ezen határozatok, meg ügyintézési módok megkérdőjelezik az ügyvédnek a hozzá kompetenciáját, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom. Ez a határozott véleményem, amit a műsorban elmondok. De azon kívül alá tudnám támasztani azzal is, hogy 2005-ben az ügyvéd által előterjesztett alapszabály módosításban tehát törvény által kizárólagosan közgyűlési hatáskörben lévő pontokat akartak átrakni küldőgyűlési hatáskörbe. Ezek bent vannak a régebbi alapszabályokban, amit az ügyvéd szerkesztett. Nem tudom elhinni, hogy
nem volt egyetlen egy olyan igazgatósági tag, nem volt egyetlen egy olyan küldött, nem volt, tehát az ügyvédünk előmerte terjeszteni, és elfogadták a küldött gyűlésen, még szerencse, hogy a cégbíróság kiszúrta. Ez a szövetkezetnek a vagyonmegosztása, szövetkezet megszüntetése pontokat, azok kizárólagosan törvény által előírtan csak közgyűlési hatáskörbe tartozhatnak. Azon kívül mondom, hogy el fogom küldeni az elnökünknek azokat a cégbe, tehát 17-18 olyan CGT és peres eljárásról tudnék beszámolni, amiben ki megállapították a jogszerűtlen működést. Ugyanígy a küldött gyűlésünket jogszerűtlenül működtetik. Ez le van fektetve, mert 72 óta azt a sémát alkalmazták, amit 14-be, amikor nem hívták meg a tagokat. Tehát a tanácskozási joguktól megfosztották a tagokat. A küldött gyűlési anyagokhoz nem lehetett hozzáférni a tagságnak. Ez 16-ban változott azóta? 16-ban a média, tehát az internetre azt hiszem, hogy éppen a médiacentrum segítségével került fel a küldött gyűlési anyag. 17-ben már hozzá lehetett férni, tehát van változás, de nyilván, hogy ez annak a hatás, hogy a cégbíróságon egyre több per és nem peres eljárásban bizonyosodik be, hogy jogsértések történnek. Ugye az is elhangzott már itt több alkalommal, még talán a Farkas úrtól is, amikor 2013-ban megtisztelte a stúdiónkat és elfogadta a meghívásunkat, de szerintem más helyütt is, hogy a közgyűlésre nem biztos, hogy aktivizálhatóak lennének a tagok, hogy az egyáltalán összehívható lenne. Ezt hogy látja? Ön szerint megszólíthatóak az emberek, vagy miért szükséges akkor a közgyűlés összehívása? Hát az emberek passzívak. Az emberek belefáradtak abba, hogy ezzel a vezetőséggel nem tudunk zöldágra vergődni. Meg általában az emberek egy apátiába süllyedtek. Ez egy általános tendencia sajnálatos módon. De mivel tehát 1992-es közgyűlésen 111 fő vett részt, a küldött gyűlésen a tagok arról van szó, hogy egy küldött az állítólag 50 főt képviselne, de mivel a küldött soha nem kérdezi meg az adott körzetéhez tartozó tagok véleményét, ezért a küldött gyűlésen a saját maga véleményét, egy szemvéleményét képviseli. 78 küldöttünk van. Én csináltam egy statisztikát, amiben megnéztem, hogy melyik küldött gyűlésen hányan vettek részt. Hát az utóbbi idő botrányos küldött gyűlései miatt a szám az magasabb, tehát 78 vagy a körüli. De régebben volt olyan, hogy 56 körüli. Tehát most, ha megnézzük, hogy egy küldött saját magát képviseli a küldött gyűlésen, a tagértekezleten garantálom, hogy sokkal magasabb létszámba tudnánk embereket mozgósítani, mégiscsak nagyobb demokráciát mutatna a megítélésem szerint. Azért ne tegyünk kizárólagosságot, nem biztos, hogy egy küldött csak saját magát képviseli, hanem az is lehet, hogy valóban elvégzi a dolgát, ami a feladata, és megkérdezi az ott rá boksát leadó embereket. Biztos, hogy tehát az utóbbi idők botrányai miatt előfordulhat ilyen, de régebben, én 89 óta lakom itt, egyetlen egyszer, pedig igazgatósági tagunk, küldöttünk, házbizottsági elnökünk ugyanaz volt, nagyon jó viszonyban voltunk, soha senkit nem kérdezett. Elhangzott az is egyébként, hogy ő azért akar közgyűlést, és azért kardoskodnak mellette. Hallottam én ilyen információt is, hogy a szövetkezet vezetőségébe látná magát szívesen. Ez így van? Szeretne szövetkezeti vezetőségi tag lenni, vagy bármiféle vezetőtitulusban látná magát ezzel szívesen? Ezzel a társasággal nem kívánok egyáltalán semmiféle közös platformon megjelenni. Ezen kívül nincsen ilyen ambícióm, tehát nem, erre csak nemmel tudnék válaszolni. De még itt szeretnék egy nagyon érdekes igazgatósági Herceg úr elnök úr által küldött levelet az egyik taktársunkkal, akit kizártak, mert kritizálta a szövetkezetet 2008-ban.
Most próbáltuk szorgalmazni, mert a kizárt tagnak, a nem tagnak magasabb összeget kell fizetnie, mint a tagnak a szövetkezeti hozzájár, közös költség hozzájárulásban, és kértük, hogy... De miért ezt egyébként lehet tudni? Nem tudjuk. Az igazgatóság, tehát hogy kérje a felvételét, és a következő válasz érkezett az elnökültől, az igazgatóság továbbra sem kívánja önt a tagok sorába felvenni. Hát megkértük, hogy kérjem el meg, hogy mi ez az, hogy az igazgatóság továbbra sem kívánja. Itt, hogy mondjam, az igazgatóságnak nincs olyan hatásköre, hogy dönthet, hogy ezt a tagot felveszem, ezt a tagot nem veszem fel, aki jelentkezik. Tehát... felhívnám az elnök úr figyelmét, ő küldte ezt a levelet, hogy indokolja már meg, hogy legyen kedves, hogy mi alapján dönt az igazgatóság úgy, hogy valaki kívánatos, valaki nem kívánatos. Az igazgatóságnak el kell viselnie a kritikai hangot megfogalmazó tagok véleményét. Nekem ez a szent meggyőződésem. De itt szóba került előbb a stabilitás is. A szövetkezeti alapszabályon kimondja, hogy a házbizottság elnökök tiszteletdíját az küldőgyűlési hatáskörbe kell változtatni. Nagy nehezen, hosszú pereskedések után sikerült az én lépcsőházam, a Salétrom 15-ös lépcsőháznak a használati üzemeltetési díjairól egy kimutatást kérni a szövetkezetet. Ez a bizonyos lépcsőházi elszámolás? Igen. Ebben 2009-ben 41 ezer, 2010-ben 47 ezer, 11-ben 52 ezer, 12-ben 33 ezer, 13-ban 49 ezer, 14-ben 59 ezer forint volt a házbizottság elnök tiszteletdíja. Itt a százasokat már nem mondtam. Nincs olyan küldőgyűlési határozat, amely alapján így változhatott volna. Tehát jogsértő. Az elszámolásokkal kapcsolatban nagyon-nagyon komoly aggályok vannak. Például nálunk a szemétszállítás 12-ben 506.719 ezer volt. Mikor kikértem a depóniától, és éves bontásban megkaptam, azonnal referáltam a szövetkezetnek, hogy ez így nem, tehát irreálisan magas költséget számoltak el a lépcsőházunkra. 13-ben 136 ezer forint lett. Azon kívül az elszámolások azok úgy mentek, hogy van a tulajdonomban egy 2004-es elszámolás, amikor a béleményekből a lépcsőházakban, négy emeletes lépcsőházakról van szó, 144.188 forintot osztattak a béleményekből, tehát a garázsok, üzlethelyiségek, amik a szövetkezett kezelésében vannak, azokat kiadják, abból befolyt béleményekből ennyit osztottak be. Ezek az összegek a későbbiekben, tehát az utóbbi 5 évben egyáltalán nem lelhetők fel. Tehát az éves gazdálkodás eredményét 14-15-16-ban egyáltalán föl se tüntették, holott a szövetkezet mérlege és eredménykimutatása szerint körülbelül 50-56 millió forint származik a béleményekből, és ezeket állítólag visszaosztották a lépcsőházakban az üzemeltetési költségekbe. Sehol nem mutatkozik meg a kimutatásokban. Nem lehet, hogy ez valami könyvelés technikai dolog? Hogy nem látják? Én csak kérdezem, Én többször kérdeztem, hogy mutassák már meg, hogy hol vannak. Hát hogyha itt van, fekete-fehéren, hogy 100, tehát a bérleményekből befolyt összeg ennyi volt, tehát 14-ben kifogást emeltem a tagértekezleteken, hogy nagyon érdekes elszámolások történnek a lépcsőházaknál, és irreálisan különbségek vannak ugyanazon hány több lépcsőházai között. Ennek az lett az eredménye, hogy attól kezdve nem lehetett hozzájutni a lépcsőházi elszámolásokhoz. Hiába mondják azt, hogy a házbizottsági elnökünknél megtalálható. Az én házbizottsági elnökömnek idén már legalább 6-szor szóltam, hogy legyen kedves már kikérni havi bontásban a 2017-es lépcsőházi elszámolásokat, mind a mai napig nem kaptam meg. És hogyha bemegy az irodába? Nem állnak szóba. Tehát nem. Tehát közlik, hogy a házbizottsági elnököknél most közösségi megbízottak a legújabb neve. Azon kívül mondom, itt a lépcsőházi elszámolásoknál nagyon aggályos dolgok vannak. Például a Salétrom 15-ben, 12-ben
A közvetlen költségként kihozták 981 ezer forintot a mi lépcsőházunkba. 13-ba, mert kifogásoltam, hogy irreálisan magas összegek, 575 ezer forintra jött ki ez az összeg. Olyan érzése van az embernek, hogy ezek a feltüntetett értékek mögött valahogy nem reális elszámolások történnek. Ezzel kapcsolatban nem jutunk hozzá tényszerű információkhoz. És ebből kifolyólag, tehát valószínűleg azért is alakul ki az emberekbe az a kép, hogy a szövetkezetnél mi csak fizetünk, lépcsőházaink elhanyagoltak, a költségek meg valahol elszámolódnak. Nem tudom, mert én csak azt tudom mondani, amit elnök úr mondott itt nálunk, tehát ő azt mondta, hogy tájékoztatást azt mindenki megkaphatja, hogyha kérdeznek, akkor minden nyilvános. Vagy például ugye én azt gondolom, hogy az is egy előre mozdulás, hogy a TEKEM is egy olyan rendszert fejleszt, amiben kiderülhet, hogy mire számítsanak, milyen költséggel lehet majd számolni a fűtéssel kapcsolatban a költségmegosztók tekintetében. Ezt ugye szintén a TEKEM igazgatója nyilatkozta itt le a köztérben nekünk. Hát a TEHEM az egy külön téma lenne, azt érdemes lenne egy külön megbeszélés, tehát egy külön köztéren kitárgyalni, mert sokkal hosszabb lenne. De itt az előzőekben az hangzott, hogy bármilyen tájékoztatást megkapunk. Hát én az utóbbi időben most nem olyan régen írtam két levelet is az ügyvezetünknek és az elnöknek, amelyben tisztelettel kértem az elnök urat, hogy vegye már elő a 2017-ben tájékoztatást kérő leveleket, és arra, hogy Farkas úr milyen kitérő témához egyáltalán nem kapcsolódó válaszokat küldött. De már ha szóba került a TEHEM, csak egyetlen egy gondolatot szeretnék esetleg, ha még van rá idő. Az, hogy a TEHEM tartott egy fórumot, ügyfélfogadást tartott a TEHEM a Széphőzi RT-nél szeptember 26-án, és mivel az időpont ez nagyon kellemetlen volt, mert nagyon sokan dolgoznak, tehát a 15 óra 30-as befejezés az túl korai volt, és levélben fordultunk a TEHEM-hez, hogy legyen szíves meghosszabbítani ezt a ügyfélfogadási időpontot. És levelet, e-mailt küldtem, és a második e-mailnél úgy írtam alá, hogy Szabó Melinda a szövetkezeti munkacsoport. Erre azonnal a levelet kaptam Farkas úrtól a következő mondatokkal. Felszólítom, hogy a jövőben a szövetkezeti megjelölést minden formában szíveskedjen kerülni. Amennyiben még egyszer ilyen megtévesztő tituluszt használ, feljelentéssel fog élni szövetkezetünk. Hát én tisztelettel kérem az elnök urat, hogy próbálja az ügyvezető igazgatóval megértetni, hogy ő egy alkalmazott. Neki az igazgatóság és az elnök utasításait kellene végrehajtani. Ne fordítva üljünk már a lóra. De hajlandóak leülni? Természetesen. Bármikor. Csak én arra kérem az elnök urat, hogy ne ilyen kijelentéseket tegyen, mint a köztérben, meg a közmeghallgatáson is, amelyek a tények totális elferdítései. Például ő kijelentette, hogy a tagértekezeteken 10-12%-a vesz részt. Hát én most teljesen véletlenül egy-két papírt elővettem, hát ebben kijelölt, hogy 2017-ben a tagértekezeten 6,5 a tagoknak. 2009-ben 7,3, 2013-ban 8,7. Ezek szövetkezet által készített statisztikai adatok. Tehát az elnök úr, ha tesz valami kijelentést, akkor már legyen szíves jobban utána járni. Mert én már 1997-ben van olyan levelem, amiben jeleztem, hogy a tagértekezleteket úgy, ahogy a szövetkezet tartja, teljesen értelmetlenek. Egyetlen egy célt szolgálnak, azt, hogy a szövetkezet ki tudja pipálni azt, hogy
idézőjelbe az éves tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. De mivel ezek között a 6,5%-os megjelenésű tagi megjelenések között is a többség az funkcionális, akár közösségi megbízott vagy küldött, tehát a tagok közül minimális az, aki részt vesz, mert nem egyszer előfordult, nekem is a Farkas úr a nagy nyilvánosság előtt, amikor kértem a lépcsőházi elszámolásokat, azt a választ kaptam, hogy mit képzelek, mindenféle utcáról betévet jutment a laknának nem adnak ki adatot. Hát én úgy érzem, hogy, és akkor az egyik tagunk föl is állt, hogy elnézést kér, ismeretlenül, a Pilinszki térről, hogy elnézést, itt nem mindenféle utcáról betévet jött, mert alakokról van szó, hanem tagokról, és a tagoknak jogai vannak. A szövetkezet azért működik, mert mi tagi befizetéseinkkel fenntartjuk, és egy szolgáltatást kérünk a szövetkezettől. Összességében még így a végén, akkor most nagyságrendileg hány, milyenféle pere van a szövetkezettel szemben? Tudja még ezeket így nyomon követni, számon tartani? Hát nem könnyű. Tehát egy csomó olyan per van, amiben a szövetkezet első fokon megáll a CGT. Ez nem is per, ez nem peres eljárás. A törvényességi ügy az nem per. Hát abból összesen olyan 17-18 ügybe vagyok érintett. Ebben van per, nem peres eljárás, van rágalmazási per, de nem csak ellenem indítottak rágalmazási pert, hanem tudtommal legalább több mint fél tucat tagtárs hasonló cipőben van. Aki kritikai hangot megfogalmaz, az nem hinném, hogy igazgatósági határozat értelmében cégbíros vagy büntető rágalmazási pereket kellene indítani, hanem valóban leülni, hát ezen is változtasson már az igazgatóság. De egyébként ezeknek a költségeit meg végülis maguk fizetik saját magukkal szemben, hogyha azt a szövetkezeti tagok befizetéséből fizeti a szövetkezet. Hát ez a csavar az egészben, meg az a probléma, hogy az ügyvéd, akinek az lenne a dolga, hogy törvényesség felett ügyködjön, az képviseli a szövetkezetet ezekkel a törvénysértés megállapító perekben, és mindenféle trükköket bevet az ügybe, hogy elkerüljék azt, hogy megállapítsa az ítélőtábra, vagy akár a cégbíróság, hogy jogsértések történnek. Nos, műsoridőnk véges, én köszönöm, hogy itt volt velünk, és én bízom abban, hogy megoldás megszületik egyszer csak ebben az ügyben. Hát én úgy érzem, hogy a megoldás az akkor lenne, hogyha teljesen újjá alakulna a szövetkezet. Tehát a jelenlegi vezetés, mivel megítélésem szerint nem teljesíti a feladatát, leköszönne és teljesen új vezetőstáb állna fel. Egy valóban hozzáértő, kompetens társasága. Köszönöm, hogy itt volt nézőinknek, megköszönöm a figyelmüket, Köztérre természetesen egy hét múlva jelentkezünk, akkor más témában, de majd fogunk még foglalkozni a lakás szövetkezet ügyével is. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra.